Sziasztok! Én Jussika vagyok. Ma az olaszországi nyaralásról szeretnék beszélni nektek. Először is szeretném nagyon megköszönni nektek ezt a rengeteg fagyi pénzt. Nélkületek ez nem jöhetett volna létre. Szóval nagyon hálás vagyok nektek, hogy azt a sok-sok fagy, sör. Aztán az úgy kezdődött, hogy Pala, tudjátok, aki nem én vagyok, elvitt engem vigyázolóba. Az ott az Adriai tengerpartján egy üdülő falu. Hajnalban indultunk, hát kicsit zavart is, hogy olyan korán kellett kelni. Nagy kanizsáig jutottunk éppen csak el, amikor megálltunk kávézni. Ja, meg utána tankoltunk is. Szlovénián keresztül mentünk, ami baromi szép lett volna, de Pala olyan mélyre rakott a hátsó ülésen, hogy alig láttam ki. Mondjuk, amit láttam, az szép volt. Hegyek, mérka, bocik, meg minden. Egyszer meg megálltunk kávézni, meg tankolni, aztán beléptünk az olasz felség területre. Itt nagyon nagy tökörészés volt, gyerekek. Az volt, hogy elment a GPS. Na nem azért, mert nem volt műhold odafenn, hanem mert nem volt mobil internet idelen. Aztán persze vihettek volna a térképet, de hát fél Európát szeljük, hát minek, hát érted. Kiderült, hogy a mobil netben mondta az unalmasat, hát kezd meg Vodafone. Az olasz pályán a megszokotthoz képest mondjuk úgy nagyjából a fele, kötője, negyede információ található meg. Nem igazán tudtuk, hogy hol vagyunk, merre megyünk, vagy például, hogy milyen távolságok vannak. Ezeket ők nem írják ki. Végül letértünk valahova. Hát azt még a mai napig nem tudjuk, hogy hol voltunk. Valami faluba voltunk, ott félreálltunk. És akkor Pala neki állt telefont szerelni, meg az ügyfélszolgálattal telefonálni. Hát persze nem olyan gáz, a 12 perc után sem veszik fel a telefont, végül is csak egy idegen ország közepén voltunk, ahol a szolgáltatásuk leállt. Hát csinálsz meg Vodafone. Na mindegy, egy bő fél órás káromkodós, kiabálós telefonbizergetés után végre lett internet. Ha van internet, van navigáció, és persze 12 kilométerre voltunk a céltól. Nem is lehettünk volna közelebb sokkal. Na végül sikeresen eltájolt minket Andrea, tudjátok, a régi iGo GPS hangja a jezolói szállásunkra. Pala bejelentkezett, de szerintem csaltak, mert engem nem jelentettek be a hotelben. Mindegy is, a lényeg az, hogy megkaptuk a szobakulcsot. Itt nagy felelősség hárult rám. Innentől nekem kellett vigyázni a szobakulcsra. És ez még mind semmi. Hogy kellett csinálni, hogy bedugták oda, hátra. Meglettem zaklatva. Szóval, ezek után levettük a tengerpartra. Ott aztán kaptam egy nagy fagyit. Milyen fagyi volt. A fülemet ringatta az Adriai szél. Szólt az Italo Disco a büfé rádiójából. Gyönyörű tengerparti kilátás. És a fagyi. Úgy éreztem, hogy ez a nyúllét értelme. Amikor elfogyott a fagyi, még a partra is kimentünk, és belógathattam a lábam a vízbe. Mondjuk az a rohadtul vizes volt, és a fülem is vége, is vizes lett. Olyan rossz volt. Na mindegy, ez nem olyan vízám, amiben a hallak szexelnek, hanem olyan, amiben a cápák. Veszélyes dolog ez, és köztudottan a cápák szeretik a nyulakat megenni. Szóval inkább úgy döntöttünk, hogy jezolóba megyünk vacsorázni. Ez nem volt különleges, ám de egy kellemes kerthelyiségben nőtünk, és kaptam egy igazi olasz répát. Nyami! Ezután visszamentünk a hotel bárjába még egy kicsit kávézgatni, aztán lefeküdtünk aludni. Másnap reggeli kávé a hotelben, aztán elmentünk Velencébe, abba a régi gazdag kalózvárosba, ahol a hülye turisták csak úgy
hajóznak tömegesen. Érted? Csak úgy körbe hajózgatnak. Olyan, mint hogyha nálunk így nagyjából a buszon körbe-körbe utazgatnának, mert nekik jó. Szóval elmentünk a Canale Grande-n keresztül a Rialto hídjáig, hajóba, ami mással, ahol ettünk egy fagyit. Én egy nagy fagyit kértem, szóval jó meglepődtem, amikor pajor méretezést vették alapul. Úgy egy bő óráig ettem a fagyit, szóval higgyétek el, hogy rohadt nagy volt. Aztán fölültünk megint egy hajóra, ahol hajókáztunk még egy olyan másfél-két órát, mint a hülye turisták. Aztán amikor visszamentünk Jezolóba, akkor megint a szokásos kör jött. Vacsiztunk, én kaptam egy répát, Pala meg megette egy halászhajó teljes rakományát. Szerintem a kép magáért beszél. Aztán visszamentünk a hotelbe kávézni. Paláig kértek egy kávét, a pincérnek tőlük egy cigit. Kezdett szürreális látmenni a helyzet. Aztán a pultba beérve a pincér húzóra bevert egy nagy pohár bort, majd kijött, átment az úton a túloldalra, és a szemben lévő kocsmába is megcsinálta ugyanezt. Majd visszajött és csinált utána valóban kávét is. Aztán meg egész este énekelt, meg táncolt a vendégeknek, ezt úgy este 9-től éjfélig. Mondjuk szórakoztató műsor volt, nem mondom. Én meg ettem egy fagyit, aztán lefeküdtünk aludni. Arra ébredtem, hogy valaki másnap kopog az ajtón. A hotel személyzete hajnali 10 órakor. Szóval gyors pakolás utána, kicsekkolás a hotelból, és kimentünk a tengerpartra, ahol kaptam egy utolsó olasz fagyit. Aztán elmentünk a bódba. Ott is olyan volt, mint itthon. Hát csak olyróban volt minden. Amúgy baromi finom sütik voltak benne, meg szendvicsek. De répa, na az nem volt. Aztán elindultunk hazafelé. Szlovéniában az volt a terv, hogy elviszek engem valami cseppkőbarlangba, mert hát azért mégis, hát érted, hát egy barlang, aminek a plafonjáról répa formájú kövek lógnak. Na, ez nem sikerült, mert egy élelmes szlovén hotel privatizálta az oda vezető utat. Pala meg nem balhézott, hanem azt mondta, hogy inkább jöjjünk haza. Szóval ide már szinte egyenes út vezetett haza. Mondjuk ez az egyenes, ez tág értelmezés, mert hogy föl-le. És hát este hazaértünk. Pala még kicsit filmezett, de nem tudom meddig, mert én már elaludtam. Hát ez lett volna az olasz utam röviden. Én baromi jól éreztem magam. Aztán még annyit szeretnék nektek mondani így lezárólag, hogy rövidesen megszállom a csatornát, és kiütöm a kokocsirkét a nyerekből. Szóval készüljetek!